mindjárt jön csak akkor, amikor jön. Ádám éppen azt tanulja, hogyan kell etetni Sárit, a csacsit. Az Állatok Világnapja alkalmából díjmentes tárlatvezetésre várták az érdeklődőket a Vasiskanzenben. Nyuszit is simogathattak a gyerekek és a felnőttek. Hallottuk, hogy ma nyitván van ingyen a skanzen, mert különben nagyon drága a belépő, mikor is szoknak lenni itt a műsorok, és a nővérkémmel meg több ismerőssel így eljöttünk, akik nagyon szeretik az állatokat, én magam is nagyon szeretem, macskáim vannak, papagáj és egy nagy kutya, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam az egész skanzenre tulajdonképpen, és nagyon jó levegő van, hála Isten, jó időnk is van, úgyhogy ez egy ilyen kis napi program volt. A régi istállókba, pajtákba is beleshettek az érdeklődők. A szalmatetős vályokból épült házak között még régi disznóul is akad, bár állatot most nem tartanak benne. A férjemmel és a kislányommal érkeztünk a rendezvényre, alapvetően azért, mert nagyon-nagyon szeretjük az állatokat. Otthon is van teknősbéka, tengeri malac, kutya, akvárium, tehát otthon is sok állatunk van. Lovagolni is nagyon szeret járni a kislányom, és igazából más rendezvények, ha vannak itt a skanzen területén, akkor is ki szoktunk látogatni. Szakember segítségével a hagyományos paraszti állattartással ismerkedtek a látogatók. Egy rendhagyó, egy pandémiás állatok világnapjába csöppentünk. Itt a kicsikkel, nagyokkal számolunk együtt. Hát megpróbáljuk végigjárni az állattartásnak a helyszíneit a Vasiskanzenben, ismerkedünk néhány eszközzel, és hát ennek a közvetítésével egy kicsit belecsöppenni a régi hagyományos állattartásba. A pajtában megkeresték a főkolompost, a szélhámost, illetve ezen szavak, állatokkal kapcsolatos szólások eredetét, de építőkockával, falovacskával is játszhattak a gyerekek. Akik a rendezvényről lemaradtak, a Szavária Múzeum Facebook oldalán még találhatnak felvételeket az állatokkal kapcsolatosan. Most itt a Vasiskanzenben vagyunk, úgyhogy mi egy picit így inkább az állatokra és az állattartása, illetve hát a gyerekeknek játékokkal készültünk, de a kollégáink más osztályok kollégái nagyon sokféle kis praktikus ügyességgel, például madáretető készítése, és ugye hát az állatok etetésével is kapcsolatban készítettek videókat, ezek mind megtalálhatók fenn a honlapunkon. A legközelebbi ingyenes tárlatvezetésre október 10-én az Ízeonba várják az érdeklődőket, akkor a városi régészet körülményeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.